Az Ifjúsági és Sportminisztérium bemutatta az új sporttörvényt, a tanácskozás résztvevői megkapták nyomtatott változatban is. A jogszabály legfontosabb pontja a sportklubok és szervezetek újra bejegyzésére vonatkozik. Što se tiče novog zakona, najvažnije je sada da ide registracija klubova. Klubovi se moraju preregistrovati i to u Agenciji za privredne registre, u APR-u, do aprila iduće godine, praktično do 12. aprila iduće godine. Ukoliko se ne registruju, oni se brišu iz registra i praktično prestaju da postoje sa stanovišta zakona. Az új törvény kitér arra is, hogy ezentúl kik tarthatnak edzéseket, illetve kik foglalkozhatnak a fiatal sportolókkal. A változás az entai sportklubok munkájára is nagy hatással lesz. Tulajdonképpen a fiatalokkal való munkát ezentúl csak egyetemi végzettséggel lehet folytatni, tehát azok a személyek, akik már viszont 25 éven keresztül foglalkoztak, tehát a sportban több mint 25 évet edzőként dolgoztak, és ebből 15 évet fiatalokkal foglalkoztak, azok ezentúl is foglalkozhatnak fiatalokkal, de viszont ami nagyon fontos, hogy szakképzett edzők foglalkozzanak ezentúl a fiatalokkal. A klubokat szeptembertől lehet újra jegyeztetni. A megbeszélésen az is elhangzott, hogy a klubok privatizációja is fontos lenne. A gazdasági résztvevőket is be kell vonni az egyesületek pénzelésébe, az önkormányzatok ugyanis nem győzik a támogatást.